Én egy hozzászólást kérdésbe teszek a kontrolni, jó, hogyha egy módon. Sok szó esett, és az egész világon nagyon sok szó esik egyrészt a növekedés kérdéséről. Másrészt beszéltünk ugye a Ferenc pápa kapitalizmussal profittal kapcsolatos gondolatairól. Azt a kérdést tenném föl, ami a panelen fölvetődött, és ez örök dilema, hogy hogyan látja az arányát éppen azért, hogy a embertársainknak és Istennek tetsző cselekedeteket, tehát én úgy értem az Istennek tetsző, ahogy Jézus a János evangéliumban azt mondta a fő üzenetében, hogy új parancsot adok néktek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Tehát én azt gondolom, hogy az egyháznak és minden egyháznak végső soron azon kéne gondolkodni, és nekünk is, mit jelent ez, amit mondott Jézus, hogy ahogy én szerettelek titeket. Tehát ezen belül milyen szerepe adódhat a piacnak, amelyet végső soron a profit mozgat, azért arról beszéltünk, hogy ugye a profit nem cél, hanem eszköz, és az államnak, mert nagyon sokszor, ha nem működik a piac, akkor nő az állam szerepe, és Kis Károly említette, hát ezt is megtapasztaltuk, hogy nem csak piaci kudarcok, hanem állami kudarcok is vannak. És egy ökológiai közgazdászt említek, Ronald Coase, én az állam szerepét a piaccal összefüggésbe abban látom, hogy olyan módon, olyan politikát, olyan szabályozást, olyan piacpolitikát alkalmaz, amely a tranzakciós költségeket csökkenti, és valóban a társadalmi jólét irányba vezeti. Tehát a kérdés piac, állam szerepe és növekedés azon belül gazdag országok, szegény országok. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy ezt a kérdést megválaszolni nem kis kihívás, de átadom a szót Bíboros úrnak. No, io vorrei innanzitutto, proprio per salutare anche i ragazzi, i giovani che sono venuti, vorrei anche dire che io accetto le domande che non siano soltanto quelle di economia, cioè anche altre più generali che interessano la vita sociale, culturale, ecclesiale, le domande anche dei giovani più generali sulla musica, sulla cultura, su ogni genere, non solo l'economia. Szeretném előbocsátani, hogy üdvözlöm a fiatalokat, akik eljöttek erre a találkozóra, és szeretném aláhúzni, hogy nem csak a szigorúan vett közgazdaságtanhoz kapcsolódó kérdéseket várom, illetve szeretném tudom itt most megválaszolni, mindaz, ami érdekli önöket a kultúrával, vagy tágabb értelemben az önök életével kapcsolatban. Questa domanda, come tutti hanno potuto capire, la domanda è talmente vasta ed è talmente passibile di molte risposte, di molte argomentazioni. Io allora vorrei fare soltanto, mi fermerei soltanto alla prima parte, lascerei per ora da parte la dimensione sullo Stato e le dimensioni anche transnazionali. Mi fermerei su quella frase che è stata posta in apertura, questa citazione evangelica di una frase che Gesù pronuncia l'ultima sera della sua vita terrena. A kérdés természetesen olyan nagy körtől áll föl, hogy nem lehet mindenre válaszolni, illetve hát sok válasz is lehetséges. Egy dimenziót szeretnék kiemelni, és nem foglalkoznék most az állam, meg az állam feletti szintek szerepével. Abból a nyitó mondatból indulnék ki, amit Jézus mondott. Cristo in verità usa due equazioni, due equivalenze. La prima è quella caratteristica propria già dell'Antico Testamento ed è ama il prossimo tuo come te stesso. In questo caso si ha un'equivalenza uno a uno. Jézus ebben a mondatban két egyenlőséget mond ki, az elsőt
az Új Testamentumból veszi, szeresd fele barátodat, ahogy önmagadat. Ez egy az egyhez arányt titelezve. Questa equazione potrebbe essere considerata già come una buona equazione sociale, che supera evidentemente la pura logica del mercato, ma che almeno ammette la possibilità di una società armonica. Tant'è vero che una tesi analoga è presente anche nella tradizione greca neopitagorica. Ez már önmagában választ jelenthetne a kérdésre, mert túlmutat a piaci megosztottságon, tehát egy olyan arányt feltételez, ami megoldást jelenthet, sőt megtaláljuk már az új pitagoreszi görög gondolkodásban is. Il riconoscimento dell'altro come simile a te genera il principio di solidarietà. Genera un atteggiamento che è quello sostanzialmente introdotto anche dagli stati attraverso la via della filantropia, dell'assistenza sociale. Persino nel diritto stesso ci sono le condizioni che vengono riconosciute tali per non applicare rigidamente la legge. È quindi una sorta di componente che può essere considerata anche laica, quella dell'amore del prossimo come se stessi, della solidarietà. A másik elfogadása az lényegében maga a szolidaritás, és ezt megtaláljuk a világi oldalon is, tehát létezik a filantrópia, illetve a jognak bizonyos eszköze is pont erre szolgálnak. Állami segítségnyújtása, ez egy olyan összetevő, amiben már találkozási pontot vélhetünk felfedezni. Ecco, nella società quindi c'è questa possibilità di un rapporto che sia più umano. Indubbiamente l'umanità con la sua libertà ha di molto diminuito il rapporto uno a uno. E il mercato è un esempio in cui questo rapporto non è così rispettato, anzi potrebbe essere in alcuni casi del tutto colpito. Quindi diciamo già che questo livello, che potrebbe essere un livello sociale, è già spesso in crisi. A társadalom szempontjából tehát ez egy megoldást jelenthet. Ez egy emberi kapcsolat, emberi szintű kapcsolat, de hát az emberiség története során csökkentette, vagy rontotta ezt az egy az egyhez arányt. A piac, mint olyan, nem ezt veszi figyelembe, és ez sokféle válsághoz vezet. C'è poi l'altra equazione, l'altra equivalenza che è stata citata, quella di Gesù dell'ultima sera, come io vi ho amati. Questo direi è proprio tipico della religione, o se si vuole è tipico in particolare del cristianesimo, in cui l'equilibrio non è più uno a uno, ma è uno all'infinito. Tant'è vero che si è pronti, continua Gesù commentando questa frase con un'altra frase. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama. L'esempio tipico è che la madre, nei confronti del proprio figlio che sta per morire, che sta per cadere, in un mare, per esempio, non calcola più uno a uno, ma salva il figlio anche mettendo se stessa in fin di vita, distruggendosi. Ugyanezen az utolsó estén Jézus azonban kimondja azt is, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez már a vallási szempont, a kereszténység szempontja, ahol nem az egy arány érvényesül, hanem az egy a végtelenhez aránylik. Főleg, hogyha hozzátesszük, amit Jézus hozzátett, nincs senkinek nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez az a szeretet, amit mondjuk egy
végveszében levő gyermek édesanyja érez, aki nem kalkulálja a saját életét egyenrangúként a megmentető gyerek életéhez. Per questo direi, le religioni devono vivere nel mondo e nella storia e quindi devono anche tener conto delle strutture economiche, delle strutture di semplice solidarietà e devono giudicare anche le negazioni di queste strutture di solidarietà che vengono compiute da una logica finanziaria, solo egoistica. Però dall'altra parte compito delle religioni è anche avere una dimensione utopica. Le religioni anche devono riuscire a lanciare l'umanità oltre, ad essere sempre in tensione verso un progetto più alto. Le religioni devono essere una spina nel fianco dell'economia per un livello più alto di umanità. A vallások, a vallásos emberek benne érnek a történelemben, tehát mindig figyelemmel kell lenniük és élniük kell az emberi szolidaritást, számolniuk kell az egoizmussal, azokkal a modellekkel, amiket ez diktál, ugyanakkor élőn elénk kell tárniuk az utopisztikus látásmódot, valami magasztosabbat, egy magasabb célt. A vallásnak kell lennie a tüskének, ami mindig ösztökél bennünket valami újabb cél irányába. Mi mostanában igen sokat beszélünk mindenféle válságokról, nem csak gazdaságról, hanem társadalmiról is, sőt magának az egyénnek, az embernek a válságáról. És ehhez kapcsolódóan azt kérdezném, hogy valóban először a gazdasági válságot kell megoldanunk, hogy az a súlyosabb, vagy először magának az embernek a válságát, az a súlyosabb. Forse questa è una delle domande sicuramente tra le più importanti possibili ed è una, secondo me, delle critiche principali che bisogna fare alle ultime, a certe teorie economiche molto diffuse. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, amit ön föltett, és ugyanakkor kritika is bizonyos fajta közgazdasági elméletek viszonylatában. Alla base cioè ci deve essere una riflessione sulla antropologia, cioè la scienza in particolare, se si vuole, l'economia, ma anche altre discipline devono cominciare a ritornare ancora ai grandi principi antropologici, cioè alla definizione di un concetto non magari identico, ma un concetto di natura umana. Azt hiszem, hogy mindenképpen abból kell kiindulnunk, hogy egy reflexió szükséges az emberképről, mi az ember. A tudománynak és a gazdaságnak is vissza kell térnie valamilyen módon az antropológiához, föl kell tennie ezt a kérdést magának. Ecco, e allora su questa base evidentemente diventa fondamentale sia la filosofia, sia la teologia, sia come elementi, sia l'arte stessa, cioè le discipline di tipo umanistico. E io sono, come dicevo ieri all'Università Pasmani, sono grato per esempio a Amartya Sen che ha ribadito la necessità di riportare l'economia ad essere una scienza umanistica. Non per confondere i protocolli di ricerca, ma per avere proprio quella base di partenza che spiega meglio le crisi economico-sociali. Hogyha ez az alap, akkor értjük, hogy miért fontos újra a filozófia, a teológia, sőt a művészetek is, a humán tudományok. És tegnap a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen azt is elmondtam, hogy hálát érzek egy közgazdász Nobel-díjas Sen iránt, aki újra humán tudományként meri definiálni a közgazdaságtudományt. Ez a visszatérés talán közelebbi jobb válaszokat fogalmaz meg arra, hogy mi a válságnak a valódi jellege.
E quindi per ora io non rispondo perché il discorso sarebbe estremamente vasto e complesso. Io farò però solo una nota a margine, una nota curiosa. Valódi teljes választ most itt nem is tudok adni, inkább úgy mondanám, egy széljegyzetet teszek ahhoz, amit ön felvetett. Questa nota curiosa riguarda una delle prospettive che la scienza sta introducendo attraverso alcune nuove discipline scientifiche. E finora tendenzialmente la scienza aveva il compito di spiegare i fenomeni così come si presentavano. Ora la scienza ha iniziato anche a intervenire sui fenomeni, soprattutto antropologici, mutando la qualità del soggetto, trasformandolo. Pensiamo all'attività, agli interventi sul DNA, gli interventi di nanotecnologia, la nanotecnologia. Pensiamo che cos'è la robotica. Cioè si comincia ad intervenire per mutare il soggetto umano. Tant'è vero che si sta parlando di transumanesimo. Egy új perspektíva, amit a tudomány most lassanként bevezetni látszik, új disziplinák megjelenésével jár, ami a jelenségeknek a leírása helyett bizonyos emberhez kapcsolódó jelenségeknek az átalakítását veszi célba. Gondoljunk a DNA-val kapcsolatos kutatásokra, a nanotechnológiára, a robotikára. Mindezek beavatkozásokat jelentenek egyes jelenségekbe. Tant'è vero che si è coniato ormai per la scienza, le nuove scienze, si è coniato un acronimo che è GREEN, che è Genetics, Robotics, Information Technology and Nanotechnology. Quattro nuove discipline che cambiano completamente l'atteggiamento della scienza e lo fanno in maniera puramente tecnica. Angol nyelven kialakult ez a rövidítés is, a GREN, ami ezt a négy ágat veszi sorba, amit felsorolt az előbb. Ezek átalakítják a tudománynak az egész hozzáállását a technológia irányába. Fin quando l'intervento è per esempio quello della chirurgia estetica, il problema forse è secondario. Pensate che negli ultimi 15 anni negli Stati Uniti gli interventi di chirurgia estetica sono aumentati del 4000% in 15 anni, proprio perché si vuole cambiare completamente l'aspetto. Pensiamo alla chirurgia al seno, è ormai diventata un regalo che viene fatto per la maggiore età, per esempio, dai genitori alle ragazze, alle giovani. Meddig hat el ez a beavatkozási szándék? Vegyünk egy példát, a plasztikai sebészet az Egyesült Államokban az utóbbi 15 évben 4000%-kal nőtt meg. Az emberi külsőnek az átalakítása is egy ilyen vágy. Gondolják meg, hogy a mellplasztika például manapság Amerikában egy teljesen elfogadott nagykorúsággá tevő ajándékká minősült. Fin qui il problema è estetico casomai, ma quando si comincia con interventi sul DNA o sul cervello, sugli studi di neurologia, allora ecco la necessità di una riflessione antropologica previa.
per non entrare nell'interno di un terreno dove domini solo la tecnologia, mentre la vera scienza è anch'essa umanistica. Ez a példa természetesen az csak az esztétikáról, az emberi külsőről szól, de amikor a géntechnológia vagy az agy kutatásnak bizonyosságai megjelennek, értjük, hogy miért olyan fontos a reflexió az emberképen, az antropológiai reflexió, mert itt dől el, hogy az emberről van szó, vagy technológiáról. Tiszteltem, Kismárton vagyok, lépészkaron végeztem. Katolikus vagyok, és először egy rövid gondolattal kezdeném, amúgy a kérdésem kiépülne, vagy felépülne, hogy a szegénység meg fejlődés, és ennek a mérő számára, vagy hogy hogyan mérjük, erre irányul majd a kérdés. Ha megnézzük, hogy szegénység, ha nézzünk egy, nem tudom, festőt, annak kell egy esetnek, kell egy festőállványt, nézzünk egy taxistának egy autó kell, egy űrhajósnak meg egy űrhajó. Ugyanaz az összeg, az egyiknek sok, másiknak kevés. Ugyanakkor, hogyha mindenkinek megadjuk azt a feltételt, hogy tudjon dolgozni, meg tudja teremteni, tudja végezni a munkáját, akkor tudja alakulni, tud fejlődni. És hogyha ez nála is maradhat, akkor igazából úgy érzem, hogy mindegyik abszolút boldog tud lenni. Viszont ebből a példából én úgy érzem, hogy a pénzzel nehezen lehet mérni, hogy szegénység vagy gazdagság. Azt érzem, hogy itt a katolikus vagy keresztény világban mi is szeretjük ezt a materiális programot, a pénzt mérőszámot használni, és van esetleg valami olyan törekvés vagy igény, hogy egy hozzánk Isten kívül közel álló fogalmat vezessünkben próbáljuk használni, ami tényleg használható is mindenki számára, nem egy érzelmi vagy egy. Certo, questa mattina però per buona parte gli interventi che abbiamo ascoltato questa mattina si sono mossi proprio in questa direzione, nella direzione che è stata sollecitata da questa domanda. Noi stessi, il nostro Dicastero della Santa Sede, ci siamo dedicati a un grande congresso internazionale su quello che in italiano si chiama il FIL, cioè la felicità interna lorda, che in ungherese sarà più difficile da dire. Nell'interno di varie istituzioni, si è visto anche questa mattina, si sta determinando una sorta di linea di genealogia di paesi che si trovano in una situazione di benessere più globale e non solo di benessere economico, nella linea di quanto chiedeva. A ma reggeli előadások jelentős részeben erről is szóltak, ez a kérdés az egyik, amit körüljártak. A mi dikasztériumunk, vatikáni, mondjuk így minisztériumunk is egy érdekes kongresszus szervezett nemrégen, aminek a középpontjában egy olyan fogalom állt, amit olaszul FIL-nek rövidítenek, körülbelül a GDP megfelelője, csak belső bruttó boldogság, mondjuk a fordítása. Figyelemmel próbálunk lenni arra, hogy a jólétnek egy olyan általánosabb fogalmát próbáljuk megfogalmazni, ami nem pusztán a materiális jólét. E questa mattina si ricordava che il primo paese che ha vinto questa nuova lista degli stati è il Costa Rica. Ma ci sono state molte obiezioni a questo riguardo, mentre per esempio gli Stati Uniti, si vedeva questa mattina, sono non so se al 180esimo posto. Quindi di per sé è difficile riuscire a determinare questa
questa sequenza, però c'è il desiderio di non misurare solo sul prodotto interno lordo. Aggiungo però ora una considerazione invece più nella linea della domanda. A mai egyik előadáson egy ilyen komplexen felépített indikátor alapján Costa Rica jött ki az első helyre, mint ami egy ilyen boldogsági listán első helyen áll. Amerikai Egyesült Államok valahol a 180. környékén szerepelt. Ez is mutatja, hogy elég nehéz egy olyan komplex indikátort kialakítani, ami valamennyire is objektív képet ad a valós helyzetről. Egy biztos, hogy törekszik rá mindenki, hogy ne csupán a GDP-t tekintse az egyetlen mérőszámnak, amikor erről beszélünk. Ecco, e per rispondere allora più concretamente alla domanda del rapporto tra povertà e sviluppo da parte delle religioni, ma anche direi della cultura, vorrei prendere un esempio, un motto che non è cristiano, ma che viene da un'altra cultura, in questo caso la cultura indiana, che dice: quando tu hai due pezzi di pane, tu prendine uno e dallo al povero, prendi l'altro, vai a venderlo e compera un mazzo di giacinti, di fiori, e dalli al povero. Cioè non è sufficiente per un vero sviluppo dare solo il cibo alla persona, ma dare anche la bellezza, l'arte, l'armonia. Hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, ami a szegénységre és a fejlődésre irányult inkább. Egy olyan példát hozok, ami a vallás, vagy inkább a kultúra köréből jön, de nem a mi kultúránkból, hanem az indiai kultúrából. Ez az indiai mondás azt mondja, hogy ha van két kenyered, vigy egyet és add oda a szegénynek, aztán a másikat add el, vigy egy csokor jácintot és add oda azt is a szegénynek. Vagyis nem csak enni, nem csak anyagi javakat kell juttatnunk a szegényebbeknek, hanem meg kell ajándékozni esztétikai élménnyel, művészettel is. E in questo senso un giovane che esce, un ragazzo che esce da una periferia delle nostre città, soprattutto certe periferie di alcuni paesi, delle metropoli, periferie orribili in cui la bruttura diventa bruttezza, la bruttezza diventa bruttura, cioè la dimensione, la degenerazione estetica diventa degenerazione morale. E un ragazzo che usciva nel 300, per esempio, in una città come Siena o Firenze, e entrava in la piazza dei Miracoli a Siena, o entrava in piazza di Santa Maria del Fiore a Firenze, non viveva, probabilmente era più povero quello del Medioevo, ma aveva anche una ricchezza che il ragazzo di oggi non ha, vivendo in un quartiere degradato. Ecco perché anche l'architettura, l'urbanistica, la bellezza fanno parte del prodotto interno, dello sviluppo. Képzeljünk el egy fiatalt, aki egy szörnyű külvárosi környezetben él, onnan származik, ahol az esztétikai rombolás már erkölcsi rombolásba ment át. És vessük össze egy olyan fiatallal, aki mondjuk 700 évvel ezelőtt Szénában vagy Firenzében egy hasonló nehéz sorsú fiatal kiment a térre, és olyan esztétikai élményekben volt a része, amit ma is csak csodálattal tudunk szemlélni. Lehet, hogy sokkal szegényebb volt anyagi javakban az a 700 évvel ezelőtti fiatal, viszont volt egy olyan gazdagsága, amit a mai külvárosi fiatal nem mondhat magáinak.
csak illusztrálja ezt, hogy az építészet, a művészet, az urbanisztika is a gazdagságunknak az egyik szelete. Per questo che io dico che sono importanti le religioni, prescindendo dalla questione di fede, sono importanti le religioni, sono importanti i poeti. Hölderlin ha scritto una poesia apposta intitolata Wozu Dichter, perché i poeti? Eppure i poeti sono necessari, come lo sono gli artisti. Anche se, e qui cito una frase di uno scrittore americano scandaloso, Henry Miller, autore del Tropico del Cancro e del Tropico del Capricorno, il quale diceva una frase che è veramente folgorante su questo tema. Diceva poi... Cominciamo a tradurre questo, poi diciamo la frase... Ezek alapján mondom, hogy tehát a vallás, mint olyan fontos az embernek, nem pusztán a hit, hanem a vallás. Fontosak a költők. Hölderlin ugye írt egy verset, aminek az volt a címe, minek a költők. Igenis, fontosak a költők, fontos a művészek, fontos a művészek jelenléte, és végül idézni fog most egy amerikai írótól, egy nagy botránykeltő írótól, Henry Millertől egy mondatot. Ecco, la frase di Miller è questa. L'arte come la religione non servono a nulla, tranne che a mostrare il senso della vita. E questo non è poco. A művészet, csak úgy, mint a vallás, semmire sem jó, csak arra az egyre, hogy megmutassa az élet értelmét. Köszönöm szépen ezt a nagyon frappáns választ, és hát most gondolom, hogy addig, amíg még erőt gyűjtenek a hallgatók újabb kérdésekre, néhány hallgatói kérdésből engedjék meg, hogy én is párat idézzek. Tehát nem a szín személyes kérdéseimről lesz szó, hanem a hallgatók előzetesen beküldött kérdései. Talán egy kicsit meglepő, de szeretném megkérdezni a hallgatók nevébe ő eminenciáját, hogy van-e okos telefonja? Io vorrei invece dire soprattutto che io tengo appunto tutti i giorni due tweet ogni giorno, e a questo proposito, quindi, l'elemento della comunicazione è una componente che mi interessa in maniera particolare, anche perché Gesù Cristo ha usato per primo, è stato uno dei grandi che ha saputo usare il tweet, attraverso un elemento che gli studiosi chiamano i logia, cioè i detti di Gesù. Poi farò l'esempio. Ennek kapcsán arra szeretném csak mondani, naponta két tweetet helyezek el, vagyis a kommunikáció igenis nagyon érdekel, mert úgy tartom, hogy Jézus Krisztus volt a tweet egyik föltalálója, méghozzá az ő mondásain keresztül. Questa mattina io ricordavo la frase, l'unica frase politica di Cristo. Rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Dio quel che è di Dio. In greco questa frase, che è ancora oggetto, è una delle basi per la teoria politica, non solo cristiana, in greco questa frase è di 50 caratteri compresi gli spazi. Ma reggel idéztem Jézusnak az egyik ismert mondását, adjátok meg császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Istené. Nos, görög nyelven, az eredeti nyelven ez mindennel együtt 50 karaktert vesz igénybe. Beh, lasciamo qui. Dovrei, qui sarei molto coinvolto perché considero il linguaggio virtuale, il linguaggio che usate voi, voi siete
nativi digitali, come si dice. Noi siamo solo migranti, noi della generazione precedente siamo migranti digitali. È veramente una grande rivoluzione che sta avvenendo. Farò magari una sola nota finale. Nagyon, nagyon nagyra tartom ezért a virtuális nyelvet. Önök itt többnyire már benszülöttek ebben a kultúrában, mi csak bevándorlók vagyunk, és még egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Ecco, la nota è questa. Marshall McLuhan, quando ha fatto le sue analisi sulla nuova comunicazione, famoso sociologo canadese, sosteneva che noi stavamo con la nuova rivoluzione che allora era in corso nella comunicazione, stavamo prolungando i nostri organi, il corpo umano prolungava gli organi, l'orecchio col cellulare che sente lontanissimo, la televisione che vede lontano, eccetera. Marshall McLuhan, a híres kanadai szociológus, mondta el az új kommunikációról szóló elemzésében, hogy ez egy valódi új forradalom, aminek révén az érzékszerveinket hosszabbítjuk meg, távolba látunk, távolba hallunk. In realtà avveniva qualcosa di più che lui non aveva previsto. Cambiava il modello generale, cambiava l'ambiente, il milieu. Sitz im Leben, proprio l'ambiente vitale mutava anche da chi non usa lo smartphone, ma vive già in un mondo che è diverso, mutato. Esiste un nuovo, si dice tecnicamente, un nuovo fenotipo antropologico. De hát sokkal többről van szó, mint amit McLuhan mondott. Igazából megváltozott az egész életmodell, megváltozott az egész környezetünk, tehát az is, akinek nincsen okostelefonja, olyan környezetben él, ahol szinte mindenkinek van. Ez már más, ez egy más fenotípus, ahogy mondják. Per questo studiare il linguaggio diventa, il linguaggio informatico diventa fondamentale. È la stessa cosa che era accaduto a Galileo quando col telescopio aveva individuato i pianeti Medicei. Egli era convinto, come gli altri, che col telescopio si sarebbe visto più lontano. In realtà ciò che è avvenuto dopo è stata la rivoluzione, che avveniva allora, la rivoluzione copernicana, che ha cambiato il mondo. Hasonló a helyzet, mint Galileo Galileivel, aki meglátta a távcsővel a Medici bolygókat. Azt gondolta, hogy az a lényeg a távcsőben, hogy messzebbre fog látni. Voltak éppen azonban a környezet változott meg, létrejött a kopernikuszi fordulat ezáltal. Az lenne a kérdésem, hogy hallotta a magyarországi devizahitelesek problémájáról, és ha igen, akkor mit gondol, hogy hol van a határ az egyéni és a társadalmi felelősségvállalás között, ami ebben a súlyos helyzetben elég nehéz kérdés. Köszönöm. Questo è un campo che non conosco, della, anche se è un problema che è proprio anche di tanti altri stati, non soltanto dell'Ungheria, credo. Però io vorrei soltanto dire a questo proposito, fare un discorso di indole generale, affermando un fenomeno, io non sono un esperto appunto di economia, piuttosto di come osservatore culturale. E quello che è stato, prendo proprio le ultime due parole sue, cioè il rapporto singolo-stato. Be kell vallanom, hogy nem ismerem közelről a problémát, de azt hiszem, hogy olyan helyzetről van szó, ami más országokban is megfigyelhető. Egy általános jellegű megjegyzést tudok csak tenni. Nem is vagyok közgazdás, csak a jelenségeknek a megfigyelője kulturális szempontból. Prima di tutto noi abbiamo
Io parlo in questo momento come rappresentante delle nazioni mediterranee, quindi in maniera diversa un po' rispetto alle nazioni dell'Europa settentrionale. Noi dell'area mediterranea abbiamo uno scarso senso dello Stato. Lo Stato è visto come sostanzialmente una componente esterna, persino in alcuni casi dialettica rispetto al singolo. Tehát visszatérve az egyén és az állam viszonyára egy általánosságban, úgy válaszolok most, mint egy mediterrán nemzetnek a tagja, ami azt jelenti, hogy ez egészen másképp viszonyul egy ilyen ember, mint egy északabbra fekvő nemzetnek, vagy élő nemzetnek a tagja az államhoz. A mi országainkban az államnak a megítélése nem annyira pozitív, egy külsődleges és általában az egyénnel szembe helyezkedő entitásnak fogjuk fel. In questa luce il singolo diventa responsabile tante volte di alcune degenerazioni dello stesso Stato. Per esempio, da noi in Italia, per fare un esempio, l'evasione fiscale è enorme. Perché il singolo è convinto che lo Stato, attraverso la tassazione, prevarichi. Questo ha prodotto però come conseguenza che lo Stato esso stesso sia corrotto. Per cui è un meccanismo perverso, è difficile da spiegare, meccanismo perverso tra il singolo e lo Stato, che fanno degenerare la società. Tehát az egyén felelős azért is, amikor az állam fordul rossz irányba. Például Olaszországban, az én hazámban nagyon erős az adó elkerülés, mert az egyén úgy érzi, hogy az állam túllép a hatáskörén, és ezáltal az állam is kénytelen, vagy abba az irányba terelődik, hogy korrupt lesz. Így jön létre egy ördögi kör, ahol az egyén is és az állam is hozzájárul az egész társadalomnak a rosszabbra fordulásához. In questo caso, e concludo, singolo e Stato diventano entrambi responsabili, anche se in realtà il punto di partenza, chi ha cominciato per primo, è difficile dirlo. Ez egy olyan helyzet, amikor az egyén és az állam egyaránt felelős a helyzetért, persze nem eldönthető, hogy ki kezdte az egészet. Parancsolj, mutatkozzon be, legyen szíves. Horváth István vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, közszolgálati szakos hallgató vagyok, és egy olyan kérdésem lenne, hogy a kapitalizmus, mint rendszer helyett milyen más rendszer tudna elképzelni, ami így a hittel egyensúlyban van, és ami nem pénz alapú. Köszönöm. La teologia morale da sempre si sta interessando di questo problema, che era discusso anche nella tavola rotonda precedente, che è vedere i due grandi modelli del 800-900, il modello capitalistico da una parte, il modello, chiamiamolo così, socialistico dall'altro, hanno ancora e avevano al loro interno anche delle elementi generativi positivi. Non dimentichiamo che per esempio anche Cristo, che pure esalta molto l'aspetto sociale, l'aspetto del prendere i tuoi beni e darli ai poveri, però parla anche dei talenti. E nella parabola dei talenti parla anche delle banche, cioè usa proprio il termine banca, trapeza in greco. E quindi il punto di partenza di per sé comprende anche degli elementi positivi in entrambi i sistemi dominanti dell'Otto e Novecento. Az erkölcs teológia mindig is érdeklődéssel fordult erre, ez iránt, a kérdés iránt,
és ezen a hosszúkás kerekasztalon is napirendre került ma ez a téma. A 19.-20. század két nagy modellje, hogyha ilyen leegyszerűsítően szabad beszélni róla, a kapitalizmus vagy a szocialista modell is hordozott pozitív elemeket. Jézus Krisztus is, aki ugye kiemeli a szociális oldalt, beszél a talentumokról, és amikor a talentumokról beszél, akkor megemlíti a pénzváltót, az akkori bankokat. A kiinduló pont tehát mindig a létező rendszereknek a pozitív elemei. Tuttavia noi abbiamo ormai dal punto di vista storico un risultati che sono anche fortemente negativi. Quindi a questo punto si è soliti parlare di una terza via. Di per sé però, e qui io ritorno alla domanda, una delle prime domande, di per sé però il compito delle religioni, del cristianesimo anche, non è quello di offrire un modello economico, ma è piuttosto quello di creare delle coscienze, cioè di riportare ancora insistentemente l'attenzione sul rilievo antropologico. In pratica i grandi discorsi sui valori fondanti. Questo è il compito che per esempio ha voluto fare prima Benedetto XVI con la Caritas in Veritate, ma anche che ha fatto soprattutto Papa Francesco. La sua critica non è tanto per proporre un modello nuovo, la terza via cosiddetta, ma è forse di più per proporre qualcosa di radicale. Questo è il compito delle religioni, altrimenti si ha la tentazione della teocrazia, della costruzione di strutture ierocratiche economiche. Questo non è riconoscere proprio il principio della distinzione. A történelem ugyanakkor megmutatta ugyanezeknek a modelleknek a válságát is, és egy rengeteg negatív elemet mutatott fel. Akkor hát fölvetődik a kérdés, hogy van-e harmadik út, ez-e a vallások feladata? Nem, a vallásoknak nem az a szerepe, hogy gazdasági modellt kínáljanak, hanem alkossanak és segítsenek újra alkotni az öntudatot, és konokul hívják fel a figyelmet magára az emberre, az ember értékeire, az alapértékekre. Ezt tette 16. Benedek a Caritas in Veritate című enciklikában, illetve Ferenc pápa is a szintén az imént elemzett kritikájával, amit megfogalmazott, nem egy új modellt kínált föl, hanem sokkal radikálisabb javaslatot tett le az asztalra. A vallásnak nem szabad ebbe a kísértésbe belemennie, hogy a teokráciát és új struktúrákat építsen. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, én Kacsó Tímmel vagyok, itt tanulok a Corvinus Egyetemen, és egy egészen személyes kérdésem lenne, hogyha megengedi, hogy mit jelent önnek Isten személyesen, saját tapasztalatok alapján? Beh, allora dirò che ognuno, naturalmente, in questo caso è proprio la risposta deve essere non oggettiva, non da teologo, ma la risposta deve essere personale. Quindi in pubblico devo fare una cosa che di solito non si fa, quello del dire come io personalmente ho avuto, facciamo la mia prima esperienza di Dio. Természetesen erre a kérdésre a válasz nem lehet objektív, nem a teológus válaszolat egy ilyen kérdésre, hanem személyes választ kell adnom, amit az ember általában nem nagy publikum előtt szokott tenni. Arra kell válaszolnom, hogy mi az én Isten élményem. E potrebbe essere anche un'esperienza poi da teologo giudicata discutibile anche. Comunque io l'ho avuta questa esperienza
Credo attorno a 4, 4, tra i 4 e i 5 anni. Quindi, quando io sono molto anziano rispetto a voi, e quindi quando vivevo nella campagna dell'Italia settentrionale, era un pomeriggio, una sera, anzi scendeva la sera, io ero su una collina, c'era una valle e io ero insieme a una persona a me molto cara che fu mio nonno materno. Eravamo appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e c'era questo paesaggio molto dolce. Nella valle a un certo momento è passato un treno e questo treno ha lanciato un fischio nella valle, il treno. In quel momento io ho avuto una percezione che ricordo ancora e che adesso descriverò più teoricamente. Amit elmondok, azt lehet, hogy egy teológus szemmel most vitatható volna. 4-5 éves koromból van ez az élmény, amit elmesélek. Ez a tapasztalat, vidéken éltem Észak-Olaszországban, és egy késő délután este felé egy dombon jártam egy számomra nagyon kedves személlyel, aki az anyai nagyapám volt, és letekintettünk a völgybe. A II. Világháború vége után nem sokkal vagyunk, és ezen a nagyon kedves tájon, a völgyben egyszerre csak egy vonat vonult keresztül, és egy sípolást hallatott. Most is érzem ennek az érzését, és most megpróbálom leírni, hogy mit éreztem. Il suono del treno, il viaggio, eccetera, nella notte io ho avuto la percezione per la prima volta di quello che i filosofi chiamano il senso del limite, cioè il senso della morte, qualcosa che finisce, come il suono, il viaggio che ti porta via, il treno che ti abbandona il luogo in cui tu eri. Per la prima volta perciò ho avuto l'esperienza dell'esistenza, del morire, del finire, del non senso anche della realtà. E in quel momento, in contemporanea, allora ho avuto l'istinto, lo ricordo ancora benissimo, l'istinto di cercare l'infinito, l'eterno, cioè cercare qualcosa che non fosse ciò che muore, ciò che si spegne. Valahogy ezen a sípoló vonaton keresztül azt tapasztaltam meg, hogy elhagyja ezt a tájat, egy utazást láttam, valaminek a végét, és hirtelen bele hasította magam korlátozottságának az érzése. Valahogy belém hasította a létezésnek a tudata, hogy mindennek vége van, hogy értelme van-e az egész valóságnak. És az ösztönöm azt súgta, hogy keressek valamit, ami végtelen. Questa era la prima percezione del divino trascendente rispetto all'immanente, al contingente. Io allora non sapevo però che questo stesso elemento del fischio del treno, per un'idea simile, senza la scoperta di Dio però, era stato già formulato da un grande scrittore italiano, Luigi Pirandello. In uno dei suoi racconti. Valahogy így tehát ez volt az első megérzésem, hogy létezik végtelen és létezik, ami véget ér, és akkor még nem is tudtam, hogy pontosan ezzel a képpel, a sípoló vonatnak a képével írja le ugyanezt a helyzetet egy nagy olasz író, Luigi Pirandello az egyik elbeszélésében. Devo dire che questo era possibile però perché allora, e purtroppo questo non accade molto a voi che siete qui, c'era la possibilità di vivere anche il silenzio, l'ascolto. Pascal dice una frase straordinaria, dice: nella fede come nell'amore
I silenzi sono molto più eloquenti delle parole. Quando due innamorati hanno, se sono innamorati veri, hanno finito tutte le loro parole, si guardano negli occhi. E quello in silenzio. E quella è la comunicazione più profonda. È l'amore più espresso in maniera ineffabile. Ehhez persze kellett az is, amiben talán önöknek kevesebb része van, mint nekem, akkor, azon a régi estén csend kell hozzá. Pascal írja le, hogy a szeretethez és a hithez csendre van szükség, ami több, mint a szó. Két szerelmes, amikor kimerítik az összes szót, akkor csak nézik egymást, és így kommunikálnak. Ez a legmélyebben kifejezett szeretet. Jó napot kívánok! Lucs Andrea vagyok, a Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karról és az emberi és a vezetésszervezés szakról. És a kérdésem egy kicsit eltér az eddigiektől. Véleménye szerint a jelenlegi keretek között, és itt gondolok például a bíborosi testület összetételére, a jelenlegi egyházpolitikára, végbe mehet-e olyan irányú reform, mint például a nők magasabb egyházi méltóságban való szerepállása, illetve lehetősége? Köszönöm szépen. Questa, come sempre, è l'ultima domanda, la più impegnativa, l'ultima domanda. E vorrei dire che fare solo due considerazioni. La prima, certamente è necessaria una riforma della curia e anche di tante altre curie in giro per il mondo. Io sono molto favorevole, sostengo l'iniziativa di Papa Francesco di dare vita a una nuova organizzazione della curia romana. Quindi, primo elemento, la riforma è necessaria, una riforma di semplificazione, una riforma anche, direi, di stile di vita, una riforma che può diventare veramente una testimonianza. Secondo, io ritengo anch'io che sia estremamente importante riproporre il tema della donna nell'interno della comunità ecclesiale. E naturalmente il tema può essere affrontato in tante maniere. Di solito, quando si parla di questo, lo si affronta anche da parte delle donne in maniera clericale. Fermiamoci. Mindig az utolsó a legnehezebb kérdés. Elsőként szeretném leszögezni, hogy valóban szükség van a kúria reformjára, mint annyi sok más kúria reformjára szerte a világon. Támogatom és nagyon örülök Ferenc pápa törekvésének, aki új szervezeti egységeket, új szervezetet akar megvalósítani. Az egyszerűsítés, az életstílus megváltoztatása jegyében, ami egy új tanúságtétel lehet. A másodikra kitérve fontos, szerintem is a nők szerepének a megtárgyalása az egyházban. Ezt nagyon sokféleképpen lehet megtenni. Il modo clericale è per esempio quello, subito, primo problema, la questione del sacerdozio meno femminile, come se il sacerdozio fosse quasi il vertice, il principio fondamentale, esclusivo, totalizzante della Chiesa. In realtà, come ha ricordato Papa Francesco, Maria è superiore al sacerdote, allo stesso sacerdote. Maguk a nők is sokszor klerikálisan közelítenek ehhez a problémához, mint hogyha csak a női papság kérdéséről van a szó, mint hogyha a papság volna az egész kérdésnek a csúcsa, a lehetséges maximum, egy egészen exkluzív, totál lehetőség. Ferenc pápa is fölhívja rá a figyelmet, hogy valójában azonban Mária jóval felette áll az apostoloknak. E in questa luce allora penso che sia necessario riconsiderare le molte funzioni scoperte
che la donna potrebbe esercitare nell'interno della comunità ecclesiale. Proprio per questo, e non aggiungo altro perché appunto il discorso sarebbe molto vasto, proprio per questo io ho deciso di fare per in futuro, tra poco, tra un anno, un incontro molto intenso, profondo, con tutti coloro che sono collegati al nostro lavoro sul tema delle culture femminili, con tutto quello che comporta anche di delicato. Pensiamo per esempio il tema del gender, cioè è necessario che la Chiesa, col coraggio anche di Papa Francesco, consideri questo problema come un grande problema, che è però non una difficoltà da superare, è una ricchezza da valorizzare. Io ringrazio qui le ragazze che sono qui presenti, perché io ho ricevuto tanto dalle donne nella mia esperienza personale. Újra számba kell vennünk mindazokat a feladatokat, amik nincsenek most ellátva az egyházban, amik hiányoznak egész egyszerűen. Éppen ezért én a közeljövőben, körülbelül egy év múlva szeretnék pontosan ennek szentelni egy nagyobb találkozót, mindazzal, ami a nők kultúrájával kapcsolatos, a genderrel kapcsolatban is, Ferenc pápa bátorságából merítve, és nem problémát látva az egészben, nem nehézséget, hanem egy gazdagságot. És szeretném megköszönni az összes hölgynek, aki itt van, mert én nagyon sokat kaptam a nőktől ebben az életben.